Tegyük fel, hogy van két objektumunk egymáson, mondjuk egy kutya, és a kutyaféri rakadán szeretnénk, hogy ez egyből lássék. Ezeket a szinteket el lehet egymáson tolni, egymást elég mögé helyezni. Ez nem kell más tenni, mint a sorrendre kattintani, és ezt a háttérbe küldeni, az az előtérben lesz a kutyának a képe, és háttérben lesz a fenébe. Nézzük csak! Úgy tűnik, mintha nem lenne ott a kutyának a neve, csak maga a kutya, de ez egy illúzió, mert itt van mögötte, csak háttérbe küldjük. Nézzük meg visszafelé, hogy azt szeretnénk, hogy a kutya felirat felekerjen a kutyára, akkor a kutyaképet kell háttérbe küldeni, és így tudunk ezzel játszani.